Szép jó estét mindenkinek, köszönöm, hogy ilyen nagy számban eljöttetek. Ez az első előadásunk Zentán. És az igazi kérdés, hogy ti most miért vagytok itt? Hallottatok a Zenről, esetleg néztétek a videókat, pontosan miért vagyunk itt? És ez az első nagyon kicsi kérdés, amitől ez az előadás Zen lesz. Ha megnézed az életed, ahogy megszületsz, egyre többen beszélnek hozzád. Először anyuka, rögtön utána apuka, utána, ha van ugye, testvérke, akkor még több, család, iskola, barátok, barátnők, társadalom, és mindenki mond neked dolgokat. Megmondja, hogy ki vagy, megmondja, hogy mit higgyél, megmondják, hogy mit csinálj, megmondják azt, hogy hogy érezd jól magad, hova menj, hova ne menj, mi a jó, mi a rossz. És a vallások is ilyenek. A vallás megmondja, hogy mi az Isten és mi az ördög, mi a megvilágosodás és mi a szenvedés, hogyan legyünk jó emberek és hogyan ne legyünk rossz emberek. És ezt így mind megmondják nekünk, egy részét megjegyezzük, más részét nem, egy részét elhisszük, más részét nem. Hol kezdődik a Zen? Az első kérdés a Zen. Az első igazi, belül őszintén föltett kérdés a Zen. Hogy tényleg így van? Tényleg az a jó és a rossz, amiről nekünk annyit beszéltek? Tényleg az az Isten és az ördög, amit nekünk annyira tanítottak? Tényleg az a megvilágosodás és a szenvedés, amit velünk el akarnak hitetni? Tehát amikor először fölteszed a kérdést, hogy egyáltalán mi ez? Tehát mi ez az élet, amiben így mi beleszülettünk? Mi az az ember, ami ugye mi mindannyian vagyunk a magunk sorsával, egyéniségével? Amikor fölteszed a kérdést, és jól teszed fel a kérdést, akkor az úttá válik, a válaszadás útjává. Amikor a kérdést helytelenül teszed föl, akkor az időpazarlás. Az egyik ilyen kérdés ez a miért? Miért ilyen? Miért nem más? Másik, miért én, és miért nem valaki más? Az ilyesféle miértek, azok ilyen körforgásba belemennek. És nem nagyon érted, hogy miért nem kapsz választ a sok miértre. Az egyik miértből lesz a másik miért, a harmadik miért, a negyedik, az ötödik, a hatodik. És ezek így szépen mennek körbe-körbe. Így kezdjük. Tehát a miértekkel kezdjük. Anyu, miért megy a vonat Horgosról Szabadkára egy órán keresztül? És akkor ezeket a miérteket meg lehet válaszolni, ezek a kicsi kérdések, az ok és okozat apró összefüggései. Benőtte a gyoma, sint kislányom, azért. Nem megy a simbusz gyorsabban. Azért. Miért nem megy a simbusz gyorsabban? Azért, mert a mozdonyvezető bácsi nem vezetheti gyorsabban, megértetted? De miért nem vezetheti a mozdonyvezető bácsi gyorsabban? És akkor ez így szépen megy tovább, és tovább, és tovább, és eljutunk odáig, hogy miért van ez az egész itt, és akkor nem tudjuk. Az első igazán felnőtt kérdés az, amikor merünk szembenézni a valósággal, akár a belső, akár a külső valósággal. És feltesszük azt a kérdést, hogy ha már emberi testbe születtünk, mi ez a test, és hogyan működik? Ha emberi tudatunk van, akkor mi ez a tudat, mi ez a lélek, és hogyan működik? Tehát először szembe kell néznünk valami olyasmivel, amivel eddig nem néztünk szembe. Ami elől eddig elfuthattunk. Amit nem akartunk tudomásul venni. És amikor erre rámerünk kérdezni, és szembefordulunk a valósággal úgy, hogy azt megszemléljük, akkor kezdődik a Zen. A Buddha idejében nagyon sok tanítás létezett. A Buddha azzal tűnt ki, hogy meg is tapasztalta azt, amiről beszélt. És ez a tapasztalat a tiéd lehet, mert a tanítása 2500 éve ugyanazt az utat mutatja, önmagunk és a világ megismerésének az útját. És ez nem azzal kezdődik, hogy te vakon elhiszel valamit, és megpróbálod ismételni. 1000 évvel Buddha után volt egy Bodhidharma nevezetű ember, aki Kínába vitte a tant Indiából.
ő fektette le a zen négy alapelvét, amiből a kérdés következett. Első, ne támaszkodj az írásokra. Tehát te olvashatsz mindent, sőt, művelődjél. De ne az írásokban olvasott dogmatika legyen az, ami a hitvilágodnak az alapja, hanem a saját tapasztalatod legyen a hitednek az alapja. Második, közvetlenül az ember tudatára való irányulás. Nézd meg, hogy hány vallás, hány szellemi irányzat kínál neked valami köztes terméket, valami istenséget, istenségeket, ilyen tudatállapotot, olyan tudatállapotot, ilyen mágiát, olyan gyógyítást. Ez mind-mind szép és jó, csak hogy ezek köztes termékek, ezek még közted és a valóság között vannak. Ez valójában nem te vagy. Ezek is valahonnan jöttek, de honnan jött mindez? Honnan származik mindez, beleértve mi magunkat is? A harmadik alapelv az a megvilágosodás igazi önvalónk megtapasztalása. Tehát ahogy nyugaton a teológiában rengeteg Isten érv és Isten ismeret van, úgy keleten a megvilágosodásnak is rengeteg válfaja, definíciója és tapasztalata van. A zen világosan kimondja, hogy igazi önvalónk megtapasztalása az, ami a megvilágosodás. Negyedik, tudattól tudatig, lélektől lélekig való közvetlen átadás, amely nem függ a külsőségektől. Tehát beöltözhetünk mi bármibe, rendezhetünk mi bármilyen ceremóniát, hogyha ott nincs felébredett tudattól tudatig való kapcsolat, az egész külsőség, és nem ér semmit. Hogy függhet ez össze azzal a kérdéssel, amire utaltam a Dharma beszéd elején? Gyakorlatilag úgy, hogy Bodhidharma után 6 generációval élt egy Huineng nevezetű szerzetes, akit pont emiatt a 6. pátriárkának hívtak, ő a Zen 6. kínai pátriárkája. És ő úgy kapta meg a tanítást, hogy még nem is volt szerzetes, csak szerzetes növendék, egy templomban. És látta az 5. pátriárka, hogy hiába világos és felébredett Huineng tudata, a többi nagyon-nagyon megalapozott, már több évtizede gyakorló szerzetes nem fogja ezt elfogadni. Egy ilyen kis nyeretlen kezdő, még csak fel se avatták. Alig jött be a kolostorba pár hónapja, hát hogy lehetne ez? De mégis a tant megkapta, viszont az 5. pátriárka utasítása szerint el is hagyta a templomot egy késő éjszakai órában, és ment, hogy megtalálja a saját útját. Viszont amikor a templom szerzetesei megneszelték, hogy ez történt, és az ő erőfeszítésük így hiába való volt, ugye, akkor elkezdte üldözni egy kis csapat. És pár nap után utol is érték. És akkor a 6. pátriárka, aki akkor még nem is volt 6. pátriárka, csak egy menekülő szerzetes növendék, rájött arra, hogy őt itt el fogják kapni, akármit csinál. És akkor az átadás jelképeit, ami a Buddhának a tála volt, és a Buddhának a kasája volt, azt letette egy sziklára, és elbújt. Ugyanis, hogyha valaki ezt keresi, nyugodtan vigye el. Ez nem az igazi tudattól tudatig, lélektől lélekig való átadás. Nem a tan, ezek csak formák. És akkor az üldözők beérték, megtalálták a tárgyakat, és nagyon megörültek, de hogy megfogták, hogy elmozdítsák a szikláról, bizony se a kasa, se a tál nem mozdult. Nem tudták elvenni. Ekkor nagyon megijedt az üldöző, és azt mondta, hogy fiatalabb testvérem, kérlek, gyere elő, nem foglak bántani. Most tudjuk, hogy ez hogy szokott végződni, de ez most nem az a jelenet volt, amit annyiszor láttunk a televízióban vagy a mozivásznon, és Huineng előjött, és az üldöző döbbentében ezt kérdezte tőle. Fiatalabb testvérem, én nem a tálért és a kasáért jöttem, hanem a tanért. Kérlek, taníts! És erre azt mondja Huineng, ha nem gondolsz jóra és rosszra, akkor mi az eredeti arcod?
Ezt hallva az üldöző megvilágosodott, és azt mondta, kérlek, fogadj tanítványoddá. Erre Huineng azt mondta, ha már ilyen tudattal bírsz, akkor mind a ketten az ötödik pátriárka tanítványai vagyunk. Innen a kérdés. Innentől van a zennek ez a nagyon világos, egyenes útja, hogy ha nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Aztán még rövidebben, mi az eredeti arcod? És még rövidebben, mi ez? Mi ez, ami benned lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, beszél, cselekszik, érez, néha boldog, néha boldogtalan? Ami felveszi ezt a testet, és utána leveti. És ez a kérdés, ennek a művelése a zen tárgya és módszere. A kérdések kinyitnak, a definíciók, dogmák és hitelvek lezárnak. A kérdések által kitágul előtted a valóság, és lebonthatod a saját korlátaidat, mert látod azt, hogy mennyi minden olyasmiben hittél, ami valójában nincs is úgy. Csak mások mondták. Mondták a szülők, a papok, királyok, hercegek és grófok, azért, hogy te olyan légy, amilyennek ők szeretnék. De mi az általad tapasztalt valóság? Mi az a mélyebb, megcáfolhatatlan tapasztalat, ami mindannyiunk része lehet? Mi a felébredés? Egy olyan világba születünk, ahol minden, amit látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, gondolunk, ez taníthat minket. Hogyha jól fogjuk föl, hogyha jól látjuk őket. Ha nem, akkor ugyanez, mindez, amit hallottál, az akadályod lehet. És akkor a valóság helyett illúziót látsz. Az eredeti kérdés úgy hangzott, ha nem gondolsz jóra és rosszra, ezt helyettesítsd be a saját kettősségekre alapozott gondolkodásmódoddal, hogy minden emberről azt gondolod, hogy jó ember vagy rossz ember. Hogy a tárgyakról, hogy magas vagy alacsony minőségű. Egy dologról, hogy ez befejezett vagy befejezetlen. És hogyha megnézed, akkor mélyebben a valóság nem így működik. Mi emberek működünk így. És ezt hívják a tudatunk projekciójának, a tudatunk kivetítésének. És ezeket mi nagyon elhisszük. És ezekből a projekciókból, ezekből az illúziókból származnak a félelmeink. A remények is. Úgy tűnik, hogy félelmek és remények nélkül szinte lehetetlen élni. De lehetséges. Tudatos, világos választással lehetséges, mert a kérdésből származik a válasz. A kérdés tapasztalata, hogy honnan jön a kérdésed. Mi az a tudat, mi az a lélek, ami fölteszi ezt a kérdést. Ez önmagában úttá válhat. Ez a tudat tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. És ebben úgy látod magadat és a valóságot, ahogy az valójában van. Ez az igaz látás, ez a tisztánlátás, ez nélkülözhetetlen, és mégis ezt nélkülözzük a leginkább, mert ennek a hiányát gondolatokkal és érzelmekkel jóra és rosszra szakadt léttel szeretnénk helyettesíteni. És ez a helyettesítés nem megy. Ez minden kudarc élményünknek az alapja. Ez minden szenvedésünknek az alapja, hogy szétszakadtan, részekre szakadtan látjuk magunkat és a világot, és nem egészlegesen a maga természetes, világos valójában. A meditáció útja pont ezt ajánlja föl. Ahhoz, hogy ne ilyen álomképeken és ködképeken keresztül lássuk a világunkat és magunkat, ahhoz egyszerűen dolgozni kell, ahhoz munkát kell végezni. Ezért sincs annyi zen gyakorló, mint hívő, mert hinni azt nagyon könnyen lehet. Csak fel kell emelni a kezedet, vagy aláírni valamit, az kész. De az, hogy megdolgozz azért, hogy te egy tisztább tudatú, tisztább lelkű lény legyél, az nehezebb ennél. Jóval könnyebben művelhető, mint azok az utak, ahol állandóan meg kell küzdened önmagaddal, hogy még mindig elhiszed azt, amiben valójában mélyen nem hiszel. De mégis mondod magad, ennek így kéne lenni, mert annyi mindenki más csinálja ezt, megmondja. Hát akkor az biztos, hogy úgy van. Tudod, vannak a lemingek, és ott mind a szakadék fele úgy szépen, és így az összeset, mindenki arra megy. És akkor ugye a szakadék szélén is zuhannak lefele a semmibe. Na, ha megnézed, nagyon-nagyon hasonlít emberi társadalmunk működéséhez ez a
tudati mechanizmus. És nem kell ebben a tömegkultúrában tömegszerűen viselkedni. Nem tudod a tömeget megváltoztatni, de magadat igen. Nem tudod a világot megváltoztatni, de magadat igen. És ehhez az kell, hogy ismerd meg magadat, és ismerd meg ezt a világot. És ehhez a kérdés kell, az, hogy mi ez? Mi vagyok? Hogy működöm? Mi a célom? És vannak jó miértek. Miért születtem meg? Mi az életem útja? Mit választhatok igazán, és mi az, ami nem választható? Most akkor visszakérdezhetné, ha van, ami nem választható, akkor hogy lehet a zen annyira erős és tiszta út? Ez már nem zen függő, ez már tőled függ. Ha megszülettél, akkor bizony fel is nősz, egyszer úgy megbetegszel, hogy nincs ez az orvos, aki meggyógyítson, és aztán meg is halsz. Mindenki. Pusztán azért, mert megszülettünk. Ebből következik ez a másik három. Akármit csinálsz, az idő halad, és csak egyfelé halad. A térben van három dimenzió, hogyha szeretném, akkor csinálok egy ilyen kört. És miután becsuktam az ablakot, visszatérek látszólag ugyanarra a helyre, ahol ültem. Időben ezt nem tudod megcsinálni. Jó is. Képzeld, de valaki vissza tudna térni a tegnapba, átállítani ott valamit, azt visszajön. Nem lenne az olyan jó. Vagy ha mindannyian ezt tudnánk tenni, akkor mindannyian állítgatnánk valamit a múltunkon, és akkor meg nem lenne jelen. Tehát úgy tűnik, hogy nagyon szigorúak, szorosak ezek a törvények, amelyek között élünk, de ha megnézed, az emberi tudat, az emberi test ezen törvények között tud csak úgy működni, ahogy mi most itt vagyunk. Megváltoztatsz valamit, minden megváltozik. Tehát a kérdés tesz téged felnőtté, a kérdéstől választhatsz egy felnövekvő, megvilágosodó utat, és a zen nem hitelvek és dogmák gyűjteménye, még csak nem buddhista hitelvek gyűjteménye sem. Olvashatsz a 84.000 szútrából, buddha tanításaiból, amennyit akarsz, attól nem fogsz megvilágosodni. Kiművelődni kiművelődhetsz, jó is. Nagyon sok ismeretet szerezhetsz, használati utasítást, de magát a berendezést, magadat csak te indíthatod be. És mindaddig, amíg megtehetjük, hogy így nem indulunk be, amíg úgy boldogan ott el vagyunk, addig nem is következik be ilyesmi. A Buddhának 28 évig kellett egy herceg életét élni, amikor egyszerre látta azt, amit az apja el akart tőle takarni. Az öregséget, betegséget és halált, és a negyedik volt egy jógi, akit ott látott meditálni a fa alatt. És akkor megkérdezte, hogy az ki? Hát mondták neki, az az, aki ezzel az első három ténnyel már tisztában van, és szeretne megszabadulni ezektől a kötelékektől, a születés kötelékétől, az öregség, a betegség és a halál kötelékétől, hogy ez ne választható legyen, hanem úgy csak belekerülünk. Valakit esetleg választotta a születés? Tehát tudsz arról, hogy ide szerettél volna jönni így ebbe, vagy pedig egy nagy snit, és akkor egyszer csak felébredtél valahol. Kinyitottad a szem, és anyu, egy idő után, eleinte sírunk csak. Jó? Tehát az, hogy tudatosan válasz, legyen választási lehetőséged, ahhoz először fel kell ébredni, és rá kell jönni arra, hogy nincs ilyened, és meg kell szerezni ezt a lehetőséget. És választani kell tudni. Úgyhogy a Buddhának ez 28 évig tartott, ez az érési folyamat, és amikor látta ezt a jógit, akkor azt mondta, hogy neki nem kell úgy a királyság, hogy egyszerűen belegyalogol ugyanabba a szakadékba, mint mindenki más. Ő nem akar így király lenni, mert gyakorlatilag le van osztva minden, onnantól kezdve, hogy ezt a döntést meghozta. És akkor levágta a haját, ami nem egy fodrászhiányos művelet volt, hanem az, hogy a társadalmi csoportjának a hovatartozás jelének tartott hajfrizurát, levágta, és bement az erdőbe. És gyakorolt. Na most te ne menj be az erdőbe, mert ott most már nem az van, ami a Buddha idejében. Ez most egész másképp működnek az erdők, és ahhoz, hogy te gyakorolj és meditálj, ahhoz más kell, ahhoz egy embercsoport kell. Eleinte egy embercsoport, aztán önállóan is lehet. Úgyhogy ezekre a kérdésekre, hogy mi a lét, mi a test és a tudat, mi annak a kapcsolata, ami a születés, mi a test és tudat szétválása, ami a halál, mi az, amikor testben vagyunk, tehát élünk,
Mi az, amikor nem születünk meg, amit úgy hívunk, hogy a halál állapota, de iszonyú keveset tudunk róla. Félni kell-e ezektől? Remélni kell-e valamit ezektől? Mi a dolgunk? Miért születtünk meg? Mi az utunk? Ezek a kérdések mind a tieid, és Zen tanító soha nem fogja neked elmondani, hogy a válaszok erre mik, hanem segít ahhoz, hogy ezeket a válaszokat te magad tapasztald meg. Miért? Minden emberben benne van a felébredés képessége, ezt úgy hívjuk, hogy Buddha természet, vagy a megvilágosodás természete magadban. Erre te képes vagy. Miért? Mert ki tudod mondani azt, hogy én. Ki tudod mondani azt, hogy látok, hallok, szaglok, tapintok, ízlelek, gondolkodom, érzek. Ez a reflexiónak, a látásnak a képessége. Ezt a látást hívta úgy a Buddha, hogy vidya. Ebből jön egyébként a videó is. A látás képessége. És ha ezt a képességet gyakoroljuk belül is és kívül is, akkor felébredhetünk erre a magasabb valóságra, és nem fokozzuk le magunkat illúzió munkásoknak, vagy illúzió gyárosoknak. És mivel ez a kérdés és ez a válasz egyaránt benned létezik, ezért nem csak tiszteletlen, hanem nagyon-nagyon lefokozó mozdulat lenne az, hogyha én el szeretnék veled hitetni valamit. Legfeljebb a kérdéseidre adhatok egy külső pontos választ, azért, hogy ez belül benned valamikor megszülessen, és a tiéd legyen. Az, amit te adsz, az, amit te találsz magadnak. Ehhez több tanítást meg kell hallgatni. Ehhez több tanítót meg kell hallgatni. Ehhez a saját utadat kell járni a maga csalódásaival és eredményeivel egyetemben. De az, hogy te egy készterméket, mint egy ilyen szellemi konzervgulyást így felbontod, felmelegíted, megeszed, és az lenne a te életed, azt kíméld meg magadtól. Ettől kíméld meg magad. Ne fokozd le magad egy puszta vallásos fogyasztói szemléletté, mert hogyha ezt teszed, akkor nem csak hogy a lehetőségeidet hagyod ki használatlanul, a tapasztalatodat veszed el saját magadtól, és ekkor mások fogják neked megmondani, hogy te ki vagy, miért vagy itt, mi az utad, mit csináljál, mi a jó és mi a rossz. Ehelyett felfedezheted saját magad. És az a jó, hogy ezen az úton nem vagy egyedül. Ezen az úton társaid vannak, azok, akik eldöntötték, hogy felteszik ezeket a kérdéseket, és a 10 000 kérdést engedik egy nagy kérdéssé ledesztilálódni, letisztulni, hogy mi ez. Mi ez a lényeg, ami az emberben lát, hall, szagol, tapint, és a többi? Mi ez, ami bennem látja a lelket, tapasztalja a testet? Mi az, ami megszületik és meghal, és egyben megszabadulhat az élet és halál kényszerétől? Nagyon sokféle út van. A te döntésed, hogy melyiken haladsz. Vannak megszabadulás irányú utak, ahol a megszabadulást érheted el a saját kötöttségeittől, ragaszkodásaittól, téves nézeteittől, és vannak olyanok, ahol eléd dobnak valamit, mint csontot a kutyának, akkor szaladjál. A te döntésed, hogy pontosan mit szeretnél. Ugyanis az idő szerencsére véges. Képzeld el, hogyha végteleníthetnénk az időt. Bele is ragadnánk jó keményen. De az idő véges. Beléptél az életbe, tolod jó esetben 70-80 évig, és utána viszlát. És ez korrekt. Ezzel nincs semmi baj. Mindenki az öröklétet szeretné, de senki nem tudja, hogy mit csináljon vele. És itt a mulandóság, ha pedig a mulandóságot tényleg úgy veszed, ahogy van, a legnagyobb eszközzé válik. A legnagyobb serkentő erővé válik. Ugyanez a tökéletlenségre. Mindenki a tökéletes tanítót, tökéletes tanítást keresi, és nem látja meg, hogy kívül nem csak, hogy nincs olyan, hanem hogy nem szabad, hogy legyen. Mert akkor te attól függenél. Attól a külső tökéletességtől függenél. Az határozná meg az életedet, és az venné el a szellemi önállóságodat, és az venné ki az útból az erőt. Úgyhogy nincsen tökéletes. De ennek a felismerése az már a megszabadulás irányában működhet. Úgyhogy ennek a kérdésnek, hogy valójában mik vagyunk, valójában mi az élet, honnan jöttünk és hová megyünk, ezeknek a kérdéseknek a feltétele
éretté tesz. És hogyha haladsz az úton, akkor bizony célba is érhetsz. Van-e kérdése bárkinek? Mi a karma? A karma az az ok és okozat együttműködése. Tehát van eredet, és van eredmény. Van cselekvés, és van annak eredménye. Ez mind a karma. Egyébként ez a kr gyökből származik szanszkritul, ami a kardnak is a gyökere, és a karnak is a gyökere. Nagyon régi, ugye, etimológiai visszaszármaztatás. Egyszerűen cselekedet és annak az eredménye együtt, de nem csak ez, mert ez így túl kicsit talpas lenne, hanem ezen cselekedeteknek a szokássá formálódása is, hiszen ha megismétled, akkor szokás lesz. Akkor elkezdesz vele azonosulni. Akkor ebből személyiség elemek is lesznek. A személyiség jegyek személyiségé állnak össze. És ez mind gondolat, érzelem, beszéd, cselekedet. Tehát a karma megjelenése is nagyon világos, a működése is nagyon világos, de ha elkezdesz azonosulni vele, hogy ez én vagyok, az meg nem, és így kezdjük az életet, nézd meg, akkor amivel azonosulsz, azt nem látod, amivel nem azonosulsz, ott van távolság, azt látod. Ezért van az, hogy magunkat ismerjük a legkevésbé. Arra nem nézünk rá. Tehát a saját karmánkat nem látjuk, és a másikét pedig azt nagyon észrevesszük, mint gerenda meg szálka, ugye? Tehát a karma az nem egy állandó végzetszerű valami, hanem a tudatban felhalmozott valószínűség. Ez lehet tehetség, lehet képesség, lehet egy csomó minden, amit az ember hoz magával, itt csinál vele, amit akar, vagy elvész a tehetség, vagy kibontakozik, vagy megvalósul, vagy nem. És akkor ezzel az eredménnyel, ezt beépítve a tudat megy tovább. De a karma nem önmagában létezik, azt mi csináljuk, a saját tudatunkkal teremtjük. A cselekedeteinkkel, a gondolatainkkal, az érzelmeinkkel, a beszédünkkel, pillanatról pillanatra karmát hozunk létre, és karmát vehetünk el. Hogyha kötődsz hozzá, és azt mondod, hogy ez én vagyok, akkor az a karma rád ragad, és az lesz az egód. Amitől megszabadulsz, és azt mondod, hogy ez nem én vagyok, az nem lesz az egoitásod. Még akkor is, hogyha a tudatodban van. Azt hordozod, de nem azonosulsz vele. A hordár nem a tulajdonos. De a hordár felelősséggel viseltetik az általa vitt teherért, vagy a felvett feladatért. Nézd meg! Az ember mindig azt mondja, annyi teher van az életemben. Miért vállaltad el? Tehát minden teher, ami rajtad van, te vállaltad el. Az lehet, hogy valaki rád óhajtotta rakni, de a végső szót te mondtad ki. Nélküled nincs az, amit élsz. A te hozzájárulásod nélkül nem történik veled az, ami történik. És nézd meg azt, hogy te ezt hogy teremtetted a saját tudatoddal, mert a saját tudatunk teremti a karmánkat. Amennyiben ezt nem látod, akkor van végzeted. Amennyiben ezt látod, onnantól van mindennek kezdete. Onnantól van szabad kezdés. Én azt akarom kérdezni, hogy amikor voltunk ott a templomban, akkor kaptunk ajándékba egy ilyen karkötőt, amit majd akár körbe is adok, hogy ez micsoda, ezen 23 golyó van, és meg tudod-e nekem mondani, hogy biztos meg tudod. A 23, mert mindenki, miért 23, vagy a nagy, miért 108? Azért 23, mert az éri az emberi csuklót körbe kényelmesen. Tehát ezt így talált. Ez azért nem helytálló, mert egy barátom azt gondolta, hogy ez neki túl tág, és akkor szétszedte, és legurult az összes, és most így nem tudja összerakni. És... szóval ez neki túl laza volt. Ez a barátod problémája, nem szabványcsuklóval rendelkezik. A szabványcsukló az 23 golyós, ez teljesen biztos, és azért csinálták ilyenre, hogy a tömegtermelést is el lehessen adni. Tehát, komolyra fordítva a szót, ez a mala, vagy olvasó, vagy füzér, ez a mantráknak a számolására szolgál, és nem úgy ám, hogy egy, meg kettő, meg három, hanem van egy ilyen nagyobb bütyök rajta, az a 23., és van 22 átlag bütyök. És akkor úgy szépen számolod a mozdulattal, nem numerikusan, és akkor amikor a nagy bütyök körbeér, akkor tudod, hogy egy kör megvolt.
És akkor az ilyen profi malákon van egy ilyen kis füzér, ahol húzol egyet. És akkor megint elindul a 23-as kör, megint nagy bütyök, megint húzol egyet a kis fűzéren. És akkor végigérte, akkor a kis fűzéren van 4-5-6 ilyen kis periódus számláló, és akkor több százat megcsinálhatsz úgy, hogy gyakorlatilag nem kellett gondolkodni azon, hogy hány darab ugye van. Tehát nem numerikus számláló. Úgyhogy ez nagyon jó, mert amikor a saját gondolkodásodról egy picikét le tudsz választódni, és tükörszerűen tisztán látod, akkor az a tudatnak a helyes működését segíti elő. Képzeld el a saját kis fürdőszoba tükrödet, és arra a családtagok rúzsja mindenféle üzenetet rajzoltak. Különböző színű rúzsokkal, különböző alakokat, szövegeket, üzeneteket a saját kis tükrödre. Ezt hívjuk úgy, hogy kondicionált lét. A te lelkedbe is belerajzoltak dolgokat. És ahhoz, hogy te tisztán láss, ahhoz ezeket a rúzs jeleket egy kicsikét le kell onnan mosti valami acetonos vattával, mert különben gubanc van, és nem látod tisztán. Mondjuk meg akarod nézni az arcodat, és esetleg egy ilyen hatalmas, egy ilyen csókos rúzsnyom van ott a helyén. És bármennyire szeretnéd, az nem a te arcod. Az valaki, aki egy ilyen rúzsos puszit adott a tükörnek. Vigyázzunk, szeretett karma, vigyázzunk. Jó? Tehát amikor az ember a malát arra használja, amire az való, akkor egy olyan mantra gyakorlatot folytat, amikor a tudat leválasztódik a saját ragaszkodásairól, és a tartalmait meglátja. Tehát a mantra is, a kérdés is, és a hangok felfogása is, valamint más most nem említett meditációs módszerek is a tudat látását segítik elő. Azért, hogy tisztán láss, és ne illúziófüggően, szennyezetten, részlegesen. Jelenleg a ragaszkodásaink apró kis higany gömbökké osztják a tudatot. Tehát rá tudsz közelíteni erre az életterületre, arra az életterületre, ilyen gondolatcsoportra, olyan érzelmi komplexusra, de az egészet egyben nem látod. Tehát tele vagyunk tudással, és nem látjuk az összefüggéseket. Tele vagyunk karmával, és nem látjuk a működését. És ettől szenvedünk, és ezért mutogatunk másfele, másra, másokra. És hogyha meglátod a saját működésedet, ahhoz az kell, hogy ezek a kis higany gömbök, ezek így kisimuljanak. És akkor egy nagy tükörfelületben, osztatlan tudattal láthatod önmagadat és a világot. Na most a mantra gyakorlat az pontosan ezt segíti elő, úgy működik, mint egy centrifuga. Mosógép. Együtt. Tehát berakod a ruhát, a darmának a mosóporával szépen megsózod, az erőfeszítés áramlatával a vízzel elkezded mosni-mosni, és úgy tűnik, hogy a dob, az a mantrának a szép koncentrált körforgása, kinyomja a szennyezett vizet, és marad benne a ruha. Ezt így szerintem el lehet vinni, és legközelebb bekapcsolod a mosógépet, elindítod a mantrádat vele együtt, és akkor mindenki boldog. Tiszta ruha, tiszta tudat, tiszta udvar, rendes ház. Jó? Egyéb kérdés? Mond. Hallhattuk, hogy a gondolkodás az nem, a sok gondolkodás nem feltétlenül jó, hogy miért nem jó, vagy hogy milyen negatív következményei vannak, vagy hogyan tudjuk egyáltalán lecsupaszítani a tudatunkat ettől a sok gondolatot. Hétköznapi fogalmakkal élve azért nem jó a sok gondolkodás, mert elgurul a gyógyszer, és kiveri a biztosítékot. Azért. Tehát magad is érzed, amikor gondolatokkal nem tudod megoldani, és állandóan egy ilyen körtánc van belül, és ellentétek szépen gyalulják egymást, hogy el is hiszed, meg nem is hiszed. Jó a gondolat, nem jó a gondolat. Megoldottam, nem oldottam. Talán 70%, 10%, 99%, aztán 0,1%, és ebbe bele lehet pusztulni. Ez a szeretem, nem szeretem, borzalom. Tehát ezért van az, meditáció, hogy állítsad meg, erre jó nagyon a meditációs gyakorlat, gyere vissza ebbe a pillanatba, belül pucold le ezt a borzalmas svéd asztalt, amin ilyen több generációnyi halvacsorának a maradéka ott van, és
pucold le a tudatodat, hogy teljesen tisztán lásson ebben a pillanatban. És ez nem gondolatfüggő. Bármennyi gondolatot megláthat, de ez nem gondolatfüggő, ezt nem tudod kigondolni, mert ez az, ami gondolkodik. Nem tudod érzelmileg legyártani, mert ez az, ami érez. Ez nem tárgyfüggő, mert a tükör bármely tárgyat megmutat. És akkor is el van, hogyha nincs előtte tárgy. Hallottál kiáltozást a fürdőszobából, a tükörből, amikor leoltottad a villanyt és becsuktad az ajtót? Ne hagyj egyedül! A tükörnek teljesen mindegy. Tehát az eredeti tudatodnak teljesen mindegy, hogy gondolkodsz-e vagy nem. De ez óriási bátorság kell, mert úgy kapaszkodunk a tudattárgyaiba, a saját karmánkba, a saját gondolatainkba és érzelmeinkbe, azonosulásunk mértékében. Összetévesztett tudatunk mértékében ragaszkodunk az illúziókhoz. És mit szeretnénk? Azt, hogy az illúziót illúzióval oldjuk. A gondolkodás terheit gondolkodással szeretnénk megszüntetni. Hát működött az, hogy esetleg benzinnel tüzet oltani? Nem. Tehát a gondolkodást gondolkodással nem tudod megszelidíteni. Még megszelidíteni sem, nemhogy elvenni. A látással, azzal igen. Egy másik hasonlat is eszembe jutott, most képzeld el, hogy bemész a fürdőszobába, és ott van a csap, nyitva, már tele van a kád, és mit szoktunk csinálni? A kis tenyerünkkel a csapot megpróbáljuk így blokkolni. Ez az elfolytás. És akkor az sem megy, és akkor így a csap így kidagad, és utána megint még erősebben jön a víz belőle. Nem találtuk meg a szelepet a csapon. Hát, hogy honnan jönnek a gondolataink? Hogyan tudjuk kikapcsolni a tévéadást, mert nem egy-két csatorna van, itt több életen keresztül több száz csatorna szól. És iszonyú kimerítő. Nagyon zavaró tud lenni. Először rálátsz, azt hiszed, valami bajod van. Nem lelkem, csak eddig nem láttad meg, hogy hogy működsz. Nincsen te neked bajod. Csak legfeljebb nem találtad meg azt a kapcsolót, amivel ezt az egészet ki lehet kapcsolni. Tehát ezért kell az a meditációs gyakorlat, amely az energiát is, és az információt is, a tudatot is, és a tudatot létrehozó energiát is eredeti, tiszta állapotába visszahozza. Mi történik a tudatossággal olyankor, amikor eldöntöm, hogy ébrenléti állapotba szeretnék lenni, avagy egy ima állapot, vagy meditációs állapot, és a tudat mégis inkább kikapcsol? Tehát kikapcsolt. A kikapcsolás után milyen állapotot vett föl, ezt jellemez nekem? Ez ilyen se kép, se hang, se álom. Tehát ez egy mély... Áramszünet? Igen. Akkor hogy tud róla? Úgy, amikor felébredek ismét, hoppá, én ébren akartam maradni, és mégis elaludtam. Akkor ez rendkívül egyszer, ki kell pihenned magadan. Ez legutoljára velem ma délután fordult elő. Úgy gondoltam, hogy szundítok egy kicsikét, aztán pedig dolgozom, és eltett 3 óra, és felébredtem, és nem tudtam, hogy hol voltam. Ez a rendszeres jellegű. Rendszeres? Igen. És napközben is? Nem betegség szinten, tehát amikor... Csak éjszaka. Ezt álomnak hívják, tudod? Tehát, hogy alszunk. Mi ezzel a baj? Hát szeretném az időt rászentelni egy ima állapotra, vagy egy meditációra. Akkor azt az alvás előtt. Tehát különítsd el. Tehát azt mondod, hogy most 10 perc mantra, és akkor utána alszunk. Az a fontos, hogy a testhelyzet ne ugyanaz legyen, mert fáradt nyugati azt mondja, hogy azt mondták, lehet fekve is meditálni, lehet, de az nem ugyanaz. Tehát tessék vertikális üzemmódban, transzcendens gerinctartással így főfele, így üldögélni, nyitott vagy félig nyitott szemmel a mantrát mondani, vagy a kérdést tartani, és utána alszunk. Nem fekszünk le, nem hunjuk be a szemünket, még ülve sem, most az a legszebb, hogy ébren akar maradni, az behunja a szemét, és elkezd mozizni. És a mozizásból következik az álom. Szépen katapultálja magát oda, ahova egyébként menni akar, csak közben az volt a döntés, hogy ébren marad. Na, a kettő együtt nem megy. De ezért látod azt, Buddha szobrok többsége, félig nyitott szem, vagy résnyire nyitott szem azért, hogy a külső tér és a belső tér egyé váljon. A tudatot tere és a fizikai tér egyé váljon. Azért, hogy ebben a pillanatban jelen tudj lenni. Na most
a legtöbb ilyen boldogságígérgető különböző színű ugye, tanítás az azt mondja, hogy te nyugodtan csukd le a szemed, és képzeld azt el, amit akarsz. Ez megy, csak ettől nem fogsz felébredni, ettől a saját magad által generált álomba fogsz merülni. Lehet, csak a tan, ahogy mi ezt mint zen tárgyaljuk, nem erről szól. Az előbb ugye megkülönböztetem a megszabadulás irányú, az éberség irányú utat, meg az álomgyárat, amikor legyártom magamnak azt, amitől én állítólag boldog leszek. Ezek a tárgyi alapú, konkrét elérésre irányuló utak, és ebből rengeteg van. Megtanítják neked, hogy te hogy érezd jól magadat, vagy szugeráld be magadnak a piros sportkocsit. Ez mind lehetséges. Csak az eredeti tan, vagy a zen, vagy a megszabadulásra, a felébredésre vonatkozó ösvény, az nem erről szól. Tehát ezért érdemes testileg és tudatilag megkülönböztetni azt, hogy te most 30 percen keresztül ezt a mantrát fogod tartani, természetesen nem tökéletesen, de amikor érzed, hogy elmászkálsz, akkor visszajössz. Amikor a tudat elment Disneylandbe, utána visszajön ide, zentára, kőkemény hely. Tele van kedves emberrel, és érdeklődnek. Teljesen más, mint Disneyland, ahol ilyen műanyag figurák vannak, és mindegyik ilyen kis fény- és hangjelenséggel szórakoztat téged. Tehát a saját lelked, saját tudatod Disneylandjébe vagy elmész, vagy pedig itt maradsz. És ez a pillanat a kulcs. Az itteni jelenlét a kulcs. A tiszta, tükörszerű tudat működése a kulcs. Semmi más. Nem kell képzelni semmit. Nem kell álmodni semmit. És hogyha ezt megkülönbözteted, és nagyon világosan gyakorlod, akkor a mindennapi életeknek akkor a mindennapi élet munkája és teendői is nagyon-nagyon másképp kezdenek el működni. Kevesebb hibát vétesz. Ezt innen lehet észrevenni, hogy a tudat tisztább. Szívesen. Karma nélküli állapot, és abban a cselekvés létezik? Engem ez is érdekel, de hogyha karma nélküli állapot és benne a cselekvés, az számomra nagyon új. Tehát a karma az a cselekvés. És annak az eredménye. Ha nincs karma, akkor nincs cselekvés sem. De szeretném körvonalazni azt, amire lehet, hogy utaltál a kérdéseddel, nem biztos. Van egy olyan fogalom a kínai zenben, hogy wu wei, koreaiul mu wi. Ez a nem mozduló tudat. Ez az a nem mozduló tudat, amelyik nem gyárt le dualisztikus képzetet, a jót és a rosszat, a kellemest, a kellemetlent és a többi. Ha legyártottad, akkor állandóan mozogsz a jelenlévő és a vágyott között, a nem szeretem és a szeretem között, akkor a tudat rezeg. Több frekvencián egyszerre rezeg. Viszont amikor visszakerül a gondolkodás elé, a karmától mentes állapotba, akkor nem mozdul, és ez a nem mozduló tudat, ez a wu wei. Na most lehetséges úgy élni, hogy ezzel a nem mozduló tükörszerű tiszta tudattal te beszélsz, gondolkodsz, cselekszel, érzel, és a többi, és a többi, és ekkor nem azonosulsz azzal, ami történik benned és veled, de teljesen látod, teljes felelősséget válasz érte, és ezt nem magadért teszed, ezt hívják bódhiszatva életnek, és ekkor jön be a wei wu wei, a cselekvő nem cselekvés, vagy a karmától mentes cselekedet. Ezzel iszonyúan vigyázzunk. Ez egy olyan képzet, amit vagy megtapasztalsz, és tényleg a tied lesz, vagy csak elhiszed, és magadban megberheled, így megpatkolod, hogy megkerüljük a tapasztalatot, és akkor totáromból. Olyan elképesztő veszélyei vannak annak, hogyha valaki ezt éretlenül fogyasztja, és tapasztalat nélkül elhiszi. Mert azt mondja, mit érdekel, úgyse én vagyok. Csak a legszörnyűbb dolgokat lehet vele csinálni. Úgy sincs karma, hát akkor ilyenkor kell egy ilyen jó vastag botta fejbe verni, hogy felébredjen. Nincs karma, akkor most mi fáj? Miért ordítol, ha nincsen karma? Ugyi. Jó? Tehát ezért kell nagyon-nagyon észnél lenni, és ez egy egész magasrendű valami, amiről kérdezel. Létezik, meg lehet valósítani, de ezt csak magadon keresztül nem teheted, mert ez az éntelenedésnek az útja. És az éntelenedéshez, vagy az ego letisztításához az kell, hogy te folyamatosan másokért cselekedj, és nem magadért. És ekkor lehet az, hogy egyéni karmát nem gyártasz le,
hanem tényleg másokért teszed azt, mások segítségért, felébredésért, egyebért teszed azt, amit teszel. Úgyhogy így létezik, de saját magadra összpontosítva, saját énedet megtartva, saját gondolkodásodhoz ragaszkodva, az azonosulásaidat itt rejtek, úgy nem. És nem úgy gondolom, hogy ez benned, mint egyén így van, ez egy általános egyes szám második személy. Jó? Ez így oké? Köszönöm. Szívesen. És még? Mondd. Kérdeznék még egyet. Mondd. Bepillantás, mit jelenthet az? Használják a spiritualisták. Igen. Kinyitod a szemed, ránézel valamire, akkor bepillantottál. És Valójában mire vagy kíváncsi? Állapotán. Valójában mire vagy kíváncsi? Most azt is mondd el. A megvilágosodás állapotát nem folyamatosan megélve, hanem csak egy kis, úgymond rövid időt kapni belőle, vagy állapotba kerülni, és aztán visszaesni. Aztán azt szeretnénk visszaesni? Nem. Nem? A visszaesik olyan nem jók, azok ilyen idültek, tudod, és így bezárják őket. Értem. Tehát az első az olyan, hogy amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás, nincs dualitás, ebben a pillanatban felébredtél. De utána egy század másodperce elindult a gondolkodás, hogy ezt miért csinálta? Mi ennek a jelentése? Fog-e még ilyet csinálni? Esetleg megüt engem is? Tehát, és amikor így elkezdesz rágondolni, akkor estél vissza. Nagyon keményen. Tehát az ennek az a célja, hogy ez a pillanat bot és ütésmentesen a tiéd legyen, és teljes értékűen működjél benne. A megvilágosodott tiszta tudatban. Tehát ezért nem látsz zengyakorlókat, így reggel és este ilyen botütés komplexussal, különböző oszlopokat, korlátokat, tárgyakat így ütögetnek, hogy ezzel a szatori, a megvilágosodásba való bepillantás tapasztalatát, hogy újraírják, vagy újra éljék. Ezért nincs ilyen. Hát be is vinnék őket nagyon gyorsan, tudod, ilyen olyan ruha, hogy csak hátul lehet kigombolni. És ilyen nagyon együttérző emberek vesznek körül, ilyen egész nagy, erős testalkatú ápolóbácsik, tehát ezek. Na, ezért nincs ilyen. Tehát ez egy szemléltető eszköz. Az elején ez úgy van, hogy az alagút végén úgy megpillantod a fényt, és akkor az alagutat onnantól kezdve ki kell lásni, le kell fektetni a sineket, az utat, aszfaltot, stb., és akkor nyugodtan, akkor már nagy sebességgel lehet áthaladni a saját karmádnak a hegyén, az alagút végén a fénybe. És ennek először egy pillanat csak az élménye, és utána, ahogy a törmeléket hordod, úgy egyre érdekesebb dolgok történnek, például beomlik az alagút. Ekkor hiszi el az ember azt, hogy én elértem valamit, akkor beomlott, megint sötét van, és akkor az énségét megint le kell vakarnia magáról. A megvilágosodottabb ego a legrusnyább szennyeződés, mert a legnehezebben megy le. És pont az egoitásod az, amelyik a megvilágosodásnak az akadálya. Na most arra ezt a címkét rárakni, nagyon kemény történet. Ekkor beomlik a hegy, így egy szinten lejjebb, és akkor megint áshatod az alagutat megint. Tehát elérted a túloldalt, egy ilyen kis fej így kibukkan, jaj, köszönjük szépen, és akkor vissza kell menni, és kiásni teljes szélességben az egészet. Tehát megkérdezik néha, hogy folyamatos az elérés, vagy hirtelen az elérés? Hát ez rajtad múlik. Ha beteszem térbe és időbe, akkor mondhatom ezt, de a tudatban eredetileg nincs ilyen. Az a te dolgod, hogy a ragaszkodásaidat milyen gyorsan engeded el. De az általános, vagy annak mondható, az elsődleges tapasztalat az tényleg pillanatszerű, az utána következő munka pedig ehhez képest lineáris és hosszabb ideig tart. És ez már sokkal, de sokkal eseménytelenebb. Az összes munkás tudja, hogy az alagút merre vezet, hogy ott van a vége, de mégis ki kell lapátolni 3,5 ezer tonna követ, meg egyebet, meg ilyeneket. Na ezért gyakorlunk. És ezért van az, hogy mindegy, hogy mit tapasztaltál, lapátoljál. Tehát, hogy tudod, hogy az alagút merre vezet, tudod, hogy az úton mit kell csinálni, tudod, hogy benned mit kell eltakarítani. Ott vannak a szenvedésednek a teljesen véres szikláját, azokat kéne kivinni onnan, hogy az út az tiszta legyen. Az irány az a legfontosabb.
És az irányhoz tényleg kell egy olyasféle pillanatnyi tapasztalás elején, közepén, teljesen mindegy, hogy tudd, hogy hidd, hogy ez helyes. Mert hogyha ez nincs, akkor az ember tényleg vakon a sötétbe botorkál és izzad. Mert hogyha körülnézel, akik nem tettek föl legalább egy őszinte kérdést az életükben, azok nagy részt így élnek, de közben tele szájjal mondják, hogy mi a jó és mi a helyes, és ordítoznak akkor, hogyha valaki nem követi őket. Oké? Okay? Köszönöm. Ha van még ilyen, mondjad. Annyit szeretnék még az erőfeszítéshez hozzátenni, hogy bár az egyéni elhatározásod és erőkifejtésed a kulcs, nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Nagyon sokan ássák azt az alagutat. Nagyon sokan próbálnak a karmától megszabadulni, és előbb-utóbb kirostálódik az, hogy ki az, aki veled hasonló irányba megy. És ők a szellemi társaid. Nem neked kell eldönteni. Tehát aki a meditációra eljön, ő a szellemi társad. És ez nem az ő döntése, hogy meg a tied. Mindenki ott van, aki egy irányba megy. És együtt megyünk. Ezért nem vagyunk elszigeteltek, de mindenkinek az erőfeszítést bele kell tenni. Ha nem, akkor van, aki a vánkoson tévét néz, másik pedig tényleg itt akar lenni, és le akarja pucolni a tudatát. Hát az egyik csak úgy megy a vonat után, a másik pedig ott van a mozdonyban, és tolja előre. Jó? Köszönöm. Oké. Okay. Nem is tudom, hogy fejezzem ki a megvilágosodás utáni állapot. Utána hogyan tudom? Eléred, utána beszélünk. Köszönöm. Csak az egóm kíváncsi. De mennyire egészséges ez? Keresztül hajszolod magad egy pár kohanon, akkor aztán majd az intuíciód a felszínre dobja, hogy mi kell. Rendben. Nagyon jó. Egyébként az endben nem csak a kérdés van, hanem ugye a válasz is van, és a tudatot azt tréningezzük. Jelentkeztél? Vagy csak így elszaladt a kezed? Jó, rendben van, bocs. Tehát az endben a kérdést profi szintre visszük, és ez a kohan. Eredetileg a koan az közügyet jelentett. Olyasféle közügyet, amelyet megírtak a birodalmi kancellárián, és akkor még nem volt fénymásológép, hanem lemásolták kézzel. És egymás mellé tették a két iratot azonos tartalommal, és egy pecsétet ráütöttek úgy, hogy a pecsét mind a kettőn legyen, és a szél osztotta a pecsétet kettőre. És levitték a provinciába, pár évvel, hónappal később, hogyha kétség merült föl, akkor gyorsan visszarohantak vele a birodalmi archívumba, és összeillesztették a kettőt, az eredetit és az állítólagos másolatot, és hogyha a pecsét egy egészet alkotott, akkor azonos volt, akkor az eredeti volt. Na most ilyen a kérdés és a válasz egyszerre, a tanító és a tanítvány tudata egyszerre, az én, a személyem és a világ egyszerre. Tehát, hogyha a tudat felébredett, akkor egyé vált. És ez az egyé válás ilyen tulajdonságokkal bír. És a koanok azok, amelyeket nem tudsz egy bizonyos szint után dualisztikus, jóra és rosszra szakadt gondolkodással megoldani. És ennek a gyakorlatát holnap elkezdjük. Azokkal, akik vállalkoznak. Ez nem kell vállalkozó igazolvány, meg tajszám, meg ilyen kódok, meg nagyon-nagyon csúnya borítékok, nem. A koan gyakorlata az az intuíciódnak a kifejlesztése. Szándékos paradox, olyasféle helyzet, amit nem tudsz gondolkodással megoldani. Alappélda. Jojo Zen mester meglátogat két remetét. Megkérdezi az egyiket. Elérted? A remete felmutatja az öklét. Jojo azt mondja, itt sekély a víz, nem maradhatok. Megy a másik remetéhez. Azt is megkérdezi. Elérted? Az a remete is felmutatja az öklét. Jojo erre meghajol előtte, és azt mondja, birtokában vagy a legmagasabb rendűnek. Szabadon öl, szabadon óvsz, elérted a felébredést. A kérdés pedig az, hogy miért fogadta el Jojo az egyik választ, a másikat pedig nem. Most ezt nehogy megpróbáld itten. Hogyha elkezdesz gondolkodni rajta, akkor, mint a farkába harapó kutya, szépen a tudatod kergeti egyik gondolatot a másikkal.
Erről beszéltünk az előbb. Ez mennyire ki tudja verni a biztosítékot, és el tudja gurítani a gyógyszert. És a koanok megoldásának tükrében, az arra tett kísérletek alatt a saját tudati szokásaidat nagyon jól megláthatod. Oly módon, ahogy eddig még nem. Ez volt mondjuk egy 1-től 10-ig terjedő skálán a 2-es. Most egy 5-ös. Zsangom zenmestert megkérdezték, hogy mi a zen. És azt mondta, hogy olyan, mint amikor valaki megkötözve a fogánál fogva lóg egy fáról lefele, alatta a mély szakadék, fölötte a hegy, és valaki odajön halló távolságba és megkérdezi, miért ment Bódhidharma Kínába? Hogyha az illető kinyitja a száját, hogy válaszoljon, lezuhan a mély szakadékba és agyon zúzza magát. Ha nem válaszol, akkor viszont a szintén halló távolságban lévő zenmester lelövi egy nyillal, mert nem teljesíti az illető a kötelességét, mint zen tanítvány, tehát nem manifesztálja a zen értelmét és működését. A kérdés az, hogyha te vagy fönn a fán, akkor hogy maradsz életben? Most erre, ilyen az első döbbenet után, amikor ezt a tanítvány megkapja az interjú szobában, nagyon sok kérdés fölmerül. Minek jöttem én ide? Tehát mit akarok én? Egyetlen ez az egész úgy, ahogy van, nem létezik, akkor miért kell nekem ezzel foglalkozni? Amikor már beljebb ment, akkor az, hogy különben is nem én vagyok ott fönn a fán, valaki más van ott fönn. Én az vagyok, aki kérdez. És akkor, amikor ezekkel az illúziókkal, szereptévesztésekkel, egyebekkel már megbirkóztunk, ebben egy-két héttől egy-két hónapig kis idő eltelhet, akkor az idő rájön, akkor az illető rájön, hogy valójában fönn van a fán. Valójában tényleg meg van kötözve, és a fogánál fogva lóg lefele. És felteszik a kérdést. Tehát az egész élet, hogyha tényleg sűrűjében nézed, hogy milyen helyzetbe születtünk, milyen testünk, milyen tudatunk van, mire próbálunk választ kapni, ilyen. Na most, ha gondolkodsz, nem oldod meg. Ha nem gondolkodsz, akkor csak kattan valami, és erre a kattanásra megy ki az egész. Hogy a koan gyakorlatoknál újra és újra kattanjon az intuíciód, és újra láss, és újra válj egyé, és újra tapasztalj, és az utad a tiéd legyen. Mert az a megoldás, ez a tiéd. Hiába dolgozta ki más is, mert vannak olyan koanok, ahol ugyanaz, van, ahol más. De az a te megoldásod, mert te szenvedtél meg érte. Te győzted le a saját frusztrációdat, és te vitted el magadat odáig, hogy megváltozzál azért, hogy ez a válasz a tiéd legyen. 7-es. Namcsan zenmester meglátta, hogy a kolostorában veszekedés folyik. És egy apró kis macskán veszekedtek. Nálunk 3 macska van, és sokkal kevesebb ember a templomban, tehát nincs veszekedés, de képzeld el, ahol több száz szerzetes van, és csak egy macska. Hiánygazdálkodás. Tehát a következő történt, nyugati és keleti fel a kolostornak összeveszett, és azt mondja, ez a mi macskánk, a másik, ez a mi macskánk. Ez tartott egy darabig, Namcsong kijön, megragadja a macskát, kiveszi a fogadalmi kését, amivel a novíciusok haját vágja le, és azt mondja, ide figyeljetek, mondjatok egyetlen igaz szót, és megkímélem a macska életét. Ha nem, akkor megalom. Na ez az igaz szó, ez a megvilágosodott együttérző bölcs egyévált tudatnak a megnyilvánulása. Ezt így kell érteni. Ott álltak, mint Bálám szamarai, senki nem szólt egy szót, és senki nem csinált semmit, nem csak, ketté vágta a macskát, és kész. Kérdés, ha te ott lettél volna, hogy mentetted volna meg a macska életét? A bólogatás és az elnéző mosolyok mellett néha egy kis döbbenetet is látok a hallgatók, hogy csinálhatott az emmester ilyet? Hát nem úgy van, hogy a buddhisták nem oltanak ki életet? Úgy van, csak néha nem. Tehát vigyázzunk. Tehát nézd meg, hogy a saját reakcióid először micsodák. És először ezeket kéne elengedni, és tényleg egyé válni a helyzettel ahhoz, hogy a megoldás a tiéd legyen. Na ezért van kevés zengyakorló.
Egyszerűen azért, mert ezekkel bíbelődni sokkal zsenánsabb, munkásabb, és egy kicsikét ilyen törődősebb, mint elhinni azt, hogy te lila ködben létezel. És ezt úgy napjában több órán keresztül elképzelni. Tehát ez a tudatnak a böjtje, nem pedig az etetése. Mi annyira szeretjük, amikor etetnek minket különböző dolgokkal. De azt kiböjtölni, hogy a valóság mi, és hogy a helyes emberi működés micsoda, az egy nagyon más folyamat. Ezért mondták régen a taoisták, hogy a jó orvosság keserű, a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. Úgyhogy nézzünk ezzel szembe. Egyébként a legdöbbenetesebb élmény az, amikor megoldod. Nem tudod, honnan jön. De ezt a nem tudót kell egyre inkább tapasztalni és működtetni. És egyre hétköznapibbá válik a dolog, de soha nem lehet megunni, mert annyira friss, minden pillanatában friss. És akkor ez a látásmód és megoldásmód elkezd az élet megoldhatatlan problémáira is alkalmazhatóvá válni. És elkezdesz működni. Nem úgy, hogy a példát közvetlenül átülteted, mert ne ízd ki a macskát a környéken. Jó? Nem így. Az a tudat, amit kifejlesztesz a koan gyakorlattal, az a tudat intuitíve, nem dualisztikusan, bölcsességgel és együttérzéssel elkezd működni a mindennapi életedben, átalakulnak a problémák megoldásokká. Átalakulnak a családi problémák lehetőségekké. Másképp látjuk egymást és a többit. Ez mind lehetséges. Ez nem ígéret, mert ez mind rajtad múlik. Ez lehetséges. És ha így tréningezed az intuíciódat, akkor a tiszta tudatod előbb-utóbb egy nagyon világos hétköznapi valósággá tud válni, és ez a cél, hogy ne csak egy hegyi üzemmódban működjön, vagy templomi üzemmódban működjön, hanem ki tudjon jönni a templom kapuin, és működjön a mindennapi életedben. Hogy ne legyen egy oszthatatlan, ne legyen egy áthidalhatatlan különbség az egyik és a másik között. De ahhoz először vissza kell vonulni egy kicsit ebből a világból, letenni azokat a dolgokat, amiket állandóan vittünk, és egy picikét belül elmélyedve megtapasztalni azt, hogy valójában mik vagyunk mi, és mi a dolgunk, és ezekkel a helyzetekkel kidolgozni. Mert addig mindenki nagyon szépen beszél, amíg nem kell cselekedni. Amikor beteszed egy helyzetbe, akkor aztán tényleg megmutatkozik, hogy mi van abban az emberben. Ez az életben a válsághelyzeteknek a sorozata. Tehát amikor nagyon kemény döntéshelyzetben vagy vesztességekkel kell szembenézni, kényszerű változásokkal kell szembenézni, emberi és anyagi problémákkal egyszerre, gondolati és érzelmi megoldatlanságokkal egyszerre, ezek a válsághelyzetek és az itt hozott döntések definiálnak téged. Az, hogy békeidőben hány pohár sört tudsz meginni, ez nem jellemző. Hát, hogyha haza kell vinni utána, akkor jellemző, ugye? De nem ez a jellem. Békeidőben mindenki lehet nagyon szép kislány és szép fiú. Teljesen mindegy. De hogy válsághelyzetben, kőkemény helyzetben milyen döntéseket hozol, az vagy te valójában. És valójában ezt szeretnénk a legjobban elfelejteni. Most a koan gyakorlata ez megfordul, szembenézel először virtuális válsághelyzetekkel. Mangong Sunyim, nagy-nagy-nagy apukánk zen vonalon, meggyújtott egy gyertyát az ablak előtt, és oda tette. Aztán megkérdezte a szolgálóját. Melyik az igazi fény? A gyertya fénye, vagy az ablakból visszaverődő fény? A szolgáló erre elfújta a gyertyát. Mangong Sunyim ezután újra meggyújtotta. A kérdés az, hogy ha te ott lettél volna, hogy válaszoltad volna meg ezt a kérdést? Ne fújkálj, ne fújkálj, az a szolgálónak volt a válasza, az nem a tied. Ha azt mondod, hogy a gyertyafény az igazi, hibáztál. Ha az ablakon visszaverődő fény, akkor is hibáztál. Ha azt mondod, hogy mind a kettő, akkor még nagyobbat, és ha azt mondod, hogy egyik se, akkor az tragédia. Ha ebből kinősz, ezt hívjuk a négyféle tagadásnak. Ez egy nagyon komoly mahajána alapelv, hogy egyik se, másik se, a kettő együtt se, és sem egyik, sem másik se. Így. Érdekes, mi? De hogyha így lepucolod a dualisztikus nézetektől a saját kis tükörszerű tudatodat, akkor viszont a megoldás előjön. És ennek az eszközét
elsajátíthatod, az útján pedig lehet menni. Ekkor válik a megvilágosodás tapasztalata alkalmazható és cselekedhető dologgá. Minden pillanatban, minden helyzetben. És a híd, a meditációs tapasztalat és a mindennapi életben való működés között ez a koan gyakorlat. Ezért csináljuk. Jó? Ez még hozzátartozott. Egyéb kérdés? Az előbb mondtad, hogy nem szenvedünk eléggé, túl békés a hangulat, hogy mire jó a szenvedés? A felébredésre. És arra, hogy rájöjj, hogy az nem kell valójában, hogy azt te csinálod, és hogy ha már nem, akkor nem szenvedsz. Ez lett van a következő kérdésem, igen. Egyébként sem értem a szenvedésnek, és abszolút szükségtelen, de ahhoz, hogy felébredj, ráébredj, mi a forrása, mi a megszüntetése, mi a megszüntetés útja, ahhoz viszont nagyon jó. Egyébként pedig az, hogy ebben az életben szenvedünk, az nem egy kötelesség. Mazohistáknak ez nagyon rossz hír. Másokat se szenvedtessünk, ugye, mert az se vezet eredményre, ez a szadistákat veti ki innen. De a lényeg az, hogy egyik szélsőség sem hoz eredményt. És a szenvedés tényleg úgy kell látni, hogy van a tényét, az okát, a megszüntetését és a megszüntetésének az útját. Ez a négy nemes igazság, hölgyeim és uraim, ez a Buddhának az első tanítása. Mert így ébredünk. Ez az ébredésnek az útja. A test és a tudat nem tud úgy együttműködni, hogy a látás nélkül harmónia legyen jó ideig. Ha nem látsz rá önmagadra, ha nem látsz rá a működésre, hogy ez a világ és mi hogy működünk, akkor egy ideig, óráig nagy nehezen boldogok vagyunk, és előtte és utána ez a borzasztó alvilági alászállás. És a jó hír az, hogy ez nem szükséges. Ezt lehet másképp csinálni. Ha látod, hogy hol dönthetsz, hol van a csapon a szelep, akkor tevékenyen, kreatívan, világosan, emberi módon lehet élni, és nem kell sem szenvedni, sem szenvedtetni. Hogyan tudom megtalálni a megfelelő mantrát, amit tudok használni? Kérsz egyet, azt kapsz. Ennyi. Szóval magamnak is kitalálhatom? Kitalálhatod, de jó a tanítón keresztül is átfuttatni, hogy esetleg ne valami az. Kereskedelmi úton menjen el a dolog, tehát mondjuk egy reklámszöveget mantrázol magadnak, és akkor abból. Nem. Tehát a mantrának van tartalma, a mantrának van iránya, és a mantrának van hagyománya. A tartalom az, ami ugye a tudatban rögzülhet. És nem mindegy, hogy ez a tartalom micsoda. Hogy egy újabb énséget gyártasz le vele, vagy pedig a tudatot állandóan arra emlékezteted, hogy az énségtől, az egoitástól meg tudsz szabadulni. Tehát ezért használjuk például az egyik ilyen mantrát, hogy gáté, gáté, paragáté, parasamgáté, bódhiszváha. Menj, menj, juss át a túlsó partra, váj buddhává. A tudat pontosan olyan képezhető és tréningezhető lény, mint a kutya, vagy bármely más állat. Tehát te arra szoktatod, hogy reggel 6-kor keljen föl, egy idő után már hozza is a pórászt, is szépen a fogában. És bögdös, hogy gazda, menjünk sétálni, az egész rendszer arra van belőve, hogy 6 óra 5 perckor én pisilek lent az utcán. Tehát így lehet, tehát akkor a kutya pontosan tudja, hogy ez fog következni. Na most a mantrával, amikor emlékezteted magad arra, hogy igen, képes vagyok a megvilágosodás elérésére. Ezzel a mantrával pucolom le a karmámat. Ezzel érek el egy tisztább tudatállapotot. És ez a mantrában mind benne van, mint szokás, és mint jelentés. A mantrának hagyománya is van, mert hogyha esetleg több száz millió ember gyakorolta több száz éven át, akkor abban egy kis energia úgy főhalmozódott, és ebbe az energiakörbe nem utolsó dolog úgy becsatlakozni. És hatása is van a mantrának, mert amikor már abba hagyod és nem tudatosan mondod, az a tudatalattiban ketyeg tovább. Erről most bővebben nem, mert kicsit messzire vezet, de ez sem hanyagolható el. Jó? Úgyhogy érdemes a tanítóval megbeszélni, hogy milyen mantrát. Nálunk nincsenek ilyen több száz eurós mantra adományozások, mert van olyan is, hogy a füledbe súgják nagyon sok pénzért azt, amit egyébként normálisan is meg lehetne tanítani. Nem vagyunk ilyen spirituálisan materialista irányzat. Jó? Tehát kérsz mantrát, kapsz, ennyi, aztán használod. Az igazi
hozadéka a mantrának az, amikor a mantrával szépen kiegyenlített, letisztított tudat egy olyan kérdést vagy koan tud megoldani, amit addig nem. Na akkor látod, hogy mit csinál. És akkor látod azt, hogy igen, akkor segítsük azt az iskolát, irányzatot, templomot, amelyik ezt tanítja. Így lehet. Tehát valami mindig okozatot, eredményt von maga után, és jobb, ha előbb látod az eredményt, és jobb, hogyha te hiszel benne, mert ez önállósít, és ez a független, önálló tudat, ez a szabad akaratodnak, a relatíve szabad akaratodnak az egyetlen forrása. Egyéb kérdés? A gyermekek nagyon fegyelmezettek, ami rendben van, de ha mocolog valami, nyugodtan szólhattok, és bármilyen kérdést föltehettek. És egyébként nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Ez a másik. Felnőttek, teljesen más világlátással, mint a gyermekek. Akkor én kérdezek, miért mondta azt Jézus Urunk, hogy bizony mondtam néktek, hogy ha nem lesztek gyermekek újra, nem léphettek be a mennyek országába. Miért hangzott ez el? Még előbbrébb. Miért van az, hogy fel kell nőni úgy, hogy ezt a gyermeki tudatot elveszíted? Tehát minden gyermek ilyen fantasztikus, ártatlan létbe beleszületik, és akkor tanul és nevelődik. Rusnya nagy felnőtt lesz, mint mi. Mindannyian. Miért? Tehát miért kell az egoitásnak kifejlődni? Miért kell az énségnek így elkülönülni? Miért kell a dualisztikus nézeteknek, érzelmeknek, gondolatoknak egy elképesztő koncentrációt elérni? Hogy enélkül nincs emberi lét. A sejtnek mindig van hártyája, egy embernek mindig van személyisége, akár fiatal, akár közép, akár öreg. És ez a személyiség meg kell, hogy szülessen velünk együtt, hiszen ha nem lenne a sejtnek hártyája, akkor szétfolyna, ha nem lenne személyiséged, akkor eltűnnél, mint egyén. De ha ezt nem haladod meg, ha nem jutsz vissza egy éntelenebb, tisztább világba, akkor nem juthatsz ki a születés és halál körforgásából, mert állandóan ragaszkodsz az énségedhez, azt, amit magadnak gondolsz, de nem látsz. Tehát az, hogyha újból gyermek leszel, az azt jelenti, hogy megszabadulsz attól az éntől, amit a születésedtől fogva fejlesztesz ki, és nem egyszer, nem kétszer, sokszor. Úgyhogy azért érdekes ez a tanítás, mert néha a gyermekeken látod, hogy félnek a felnőtt kortól, és nem szeretnének felnőni. És ők nem szeretnének olyanok lenni, mint apu vagy anyu. És nem tudják elkerülni. Tehát már nagyobb együttérzéssel fordulsz a gyermekek felé, mert tudod, hogy elkerülhetetlenül fölnőnek. Elkerülhetetlenül kifejlődik az énjük, az egoitással arányban a szenvedésük, és innentől kezdve a megszabaduláson és a szenvedéstől való megszabadításon kellene inkább munkálkodni, és nem azon, hogy ezt megelőzzük, mert nem tudod megelőzni. Sem az időt, sem a fejlődést nem tudod visszafordítani. Viszont a szenvedést át lehet alakítani az úton haladás eszközévé. A robbanóanyagból csinálhatsz üzemanyagot, az a te dolgod. És ekkor az egész értelmet nyer, sőt, meghaladható odáig, hogy elnyered a forrásnak a tudatát, azt, hogy hogyan hozod létre, és utána pedig nem hozod létre. Ekkor tudsz másokon segíteni, mert a probléma helyett te lettél a megoldás. Az a te döntésed, hogy a probléma leszel, vagy a megoldás. Hogy te hozod létre a szenvedést, vagy mások szenvedéséből csinálsz üzemanyagot az útra, rálátsz és segítesz rálátni, de te magad már nem adsz hozzá. Innen is érthető az a korábbi tanítás, hogy megdobnak kővel, dob vissza atombombával. Ugyanis most ezt csináljuk. Jó? Tehát vigyázzunk, tehát összefügg az egész, csak nem biztos, hogy ezt a mostani tudatoddal, a mostani alapon meglátod. Ezek a tanítások, amiket nagyon magas szintű tanítóktól olvasol keleten és nyugaton, benned hogy nyernek értelmet? Hogy nyered el az útonjárást? Csak úgy, hogy magadat takarítod ki, és nem újabb és újabb ideagyűjteményeket emelsz be. A tudatnak a bőtje, a tudatnak a tisztulása az egy választható út. És én remélem, hogy minél többen
minél inkább szabad akaratból, és minél elszántabban haladhatunk együtt ezen az úton, ahhoz, hogy a magunk tudati tisztességével segítsünk egymáson és ezen a világon. Köszönöm a figyelmet!